A JEC dolgozóinak 60%-a már a második védőoltást is megkapta, így jelentős mértékben csökkent a város lakosságának veszélyeztetettsége, amennyiben az egészségügyi szolgáltatást igénybe kívánják venni. Az egészségház működéséről, a szakorvosi ellátásról és az intézményoltási rendjéről dr. Varga Tamás igazgató főorvossal beszélgettünk. A járványhelyzet szigorításának bejelentésekor félreérthető volt a kormányzati bejelentés, mert nem csak a magán egészségügy működhet tovább. A válsághelyzetben továbbra is megszokott munkarendszerint fogadják a betegeket a járóbeteg ellátócentrumban. A járóbeteg ellátócentrum a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal név egészségügyi feladatkörében eljáró szoboszlói járási hivatal által ki lett jelölve arra, hogy oltó helyet fogunk mi is üzemeltetni. Itt nagyon fontos megkülönböztetni az oltópontot, meg az oltó helyet. Az oltópont azt az épületet, objektumot jelenti, ahol esetenként 6-8 oltóhely van. A járóbetegellátó centrumnak egy oltóhelyet kell létrehoznia, amellett, hogy a házi orvosok is oltanak nálunk. Ezt nyilván hajdúszoboszlói lakosok már nagyon jól tudják. Az intézmény oltási rendje március 8-a és március 22-e között folyamatosan működik tovább? Igen, természetesen működik. A házi orvosaink nagyon szépen, nagyon ügyesen, nagyon lelkiismeretesen oltanak. Látjuk, mert ebben az épületben történik. A berendelésük úgy történik, hogy minden reggel a házi orvosok megkapják az aktuális napra szóló oltóanyag mennyiséget, és ők személyesen választják ki a listából azokat a pácienseiket, szándékosan nem mondok betegeket, tehát azokat a pácienseiket, akiket be fognak rendelni aznap oltásra. Itt ugye figyelembe kell venni az esetleges kísérő betegségeket, mindenképpen a páciensnek az életkorát, egészségi állapotát, és hogy mennyire van veszélyeztetve, tehát mennyire van kitéve a fertőzés kockázatának. De ők ezt nagyon szépen és nagyon, nagyon rátermetten intézik, úgy látom. Januárban elkezdődött a JEC dolgozóinál a COVID vakcina második egységének a beadása, amely hatással volt a rendelésekre is. A rendelések folyamatára hát nagyon kicsi hatása volt, mert úgy kértük direkt a berendeléseket, Debrecenbe ment minden dolgozó, aki kérte az oltást, úgy kértük a rendeléseket, hogy akkora legyünk behívva a debreceni oltópontra, amikor nem ütközik a rendelésünkkel. Megmondom őszintén, nem lehetett kötelezővé tennem a védőoltást, és mert a jogszabály ezt nem engedi meg, úgyhogy a rendelőintézet dolgozóinak az átoltottsága csupán 66-67%-os, ami, megmondom őszintén, az én számomra egy kis csalódás, mert nekünk mindenképpen példát kellett volna mutatni abból, hogy a védőoltást fölvesszük. Már aki jelentkezett, ők mindenki megkapta már a második oltást is, mi a Pfizer oltóanyagot kaptuk, vakcinát kaptuk, és most az ANTS igazgatóasszonya lehetővé tette azt, hogy aki kimaradt egészségügyi dolgozó újból jelentkezhet, én bízom benne, hogy az ismeretterjesztés hatására, a személyes elbeszélgetések hatására a járóbetegellátó centrum azon dolgozói is fognak jelentkezni majd a védőoltásra, akik az első körben ebből kimaradtak. Az intézmény dolgozóinak megbetegedése esetén fokozott odafigyeléssel próbálták a kiesett dolgozókat pótolni. Igen, már most előfordult, hogy hát egy-két napra, amíg a tesztek eredménye megérkezik, illetve volt olyan, ahol hosszabb időre a rendelést be kell szüntetni. Ugye fontos az, hogy megbetegedhet a rendelést vezető orvos és a rendelésen dolgozó asszisztens, bármelyik mind a kettő megbetegedhet. Akármelyik megbetegszik, és bármelyiknek a tesztje pozitív lesz, akkor az ő munkatársa kontaktnak tekintendő, ennek alapján azt a rendelést, amíg föl nem tudjuk szabadítani, addig azt a rendelést szüneteltetni kell. Már most volt erre példa, illetve most jelenleg is van olyan szakrendelés, ami ilyen okokból szünetel. Mi arra törekszünk, hogy amilyen hamar lehet a dolgozókat leteszteltessük, indulunk a gyors teszttel, aztán pedig akinek kell, megcsináltatjuk a PCR-t,
és ha negatív, akkor ugye jöhetnek dolgozni, de ha hát a karantént az előírásoknak megfelelően ugye otthon el kell tölteni, akkor ha orvos hiányzik, akkor azt a rendelést szüneteltetjük, ha pedig szakdolgozó hiányzik, akkor ha az orvos nem érintett, akkor kap maga mellé másik asszisztenst, és megoldjuk. Tehát mindenképpen arra törekszünk, hogy a fertőzés, meg a fertőzés gyanú miatt szünetelő szakrendeléseknek a száma a lehető legkevesebb legyen. De ilyen hát óvatossági, meg elővigyázatossági rendszabályok mellett is előfordul, és elő fog fordulni, ugye várhatóan, hogy egyes rendelések szünetelni fognak. Én attól félek, hogy az elkövetkezendő 2-3 hétben a szünetelő rendelésnek a száma fokozódni fog. Mindenképpen tájékoztatjuk erről majd a lakosságot minden olyan fórumon, ami a lakosság számára hozzáférhető, és ezúton is szeretném azt jelezni, hogy az okozott kellemetlenségért mindenképpen elnézést kérünk, de ha valamelyik dolgozónk érintett ezzel a fertőzéssel, akkor nem engedhető betegek közé. Tehát ilyenkor ezt a rendelést hát ugye szüneteltetnünk kell. Van-e arra vonatkozóan adat, hogy mennyi a városunkban kimutatott aktív COVID-fertőzöttek száma? Erre van adat, de én ezzel az adattal nem rendelkezem. Erről vagy a járási hivatalt kellene megkérdezni, vagy pedig a helyi ANTS-t. Nem tudom megmondani, hogy jelenleg Hajdúszoboszlón mennyi az aktív fertőzött. Hát a járóbetegellátó centrumnak erről nincs adata. Hallani, hogy a harmadik hullám sokkal erősebb, mint az első kettő. Hogyan tudunk védekezni ellene, esetleg megelőzni? Javult-e a védekező képességünk az első két hullámhoz képest? Hát a védekező képességünk annyiban mindenképpen javult, hogy nagyon sok védőoltás került már beadásra, és ugye a végső cél most az, hogy április elejére legalább 2 millió ember legyen a védőoltással ellátva, ahol elég egy, ott az egy oltással, amelyiknél pedig meg kell ismételni, ott pedig a második oltással. Sajnos mi azt látjuk, hogy, és ez ugye nyílt titok, hogy az embereknek a tűrőképessége úgy mondom elérte a végső határt, tehát nagyon nehéz most már azokat a rendelkezéseket betartani, amit tulajdonképpen folyamatosan be kellene tartanunk, mégpedig azt, hogy nem megyünk társaságba, amikor az utcán vagyunk, most már közterületeken is viselni kellene a maszkot, aztán naponta legalább 8-10 alkalommal, ha kell, hanem mossuk meg a kezünket. Hogyha olyan helyen vagyunk, akkor a szánkhoz, szemünkhöz, orrunkhoz, fülünkhöz ne nyúljunk, és azt a szociális távolságot, amit ugye előír a 1,5 métert, előír a rendelkezés, azt mindenképpen hát ugye tartani kellene. Ehelyett azt látjuk, hogy a fiatalok is az utcán csoportokba verülve beszélgetnek, járkálnak, az emberek bevásárlóközpontokba mennek, amikor hát ugye megtehetik. Én úgy gondolom, hogy a vírus elleni védekezést ez nagy mértékben hátráltatja, hogy a lakosságnak valóban elege van most már ebből a bezártságból, a karanténból, és mindenképpen nyitni szeretnének. Én úgy hallottam, polgármester úrnak a tervei között is szerepel az, hogy most már nyitni legalább húsvét környékén, ott, ahol lehet, és ahol ez ugye nem ütközik törvénybe, én ezzel maximálisan egyetértek, csak azt lenne jó betartani a lakosságnak, hogy még nincs vége. Tehát még nincs vége, és hát várható, éppen ma reggel néztem a televízió híradót, és ott egy immunológus, virológus szakember nyilatkozta, hogy a harmadik hullám felfutó szakában vagyunk, ami azt jelenti, hogy a számok még jelentősen romlani fognak, és néha tényleg engem szakemberként is megdöbbent az, amikor a lélegeztetőgépen lévőket, meg az elhunytak számát említik, a statisztikákat mondják a televízióba, rádióba, ezek döbbenetes számok. Ugye új mutások jelentek meg, mutánsvírusok, amiknek köszönhetően most már nem csak egyes emberek kerülnek be kórházba, hanem komplett családok. Tehát ha valaki egy családba beviszi ezt a mutáns vírust, akkor ott hirtelen mindenkin végig söpör.
és hát a számoknak a romlása ennek tudható be, úgyhogy megjelent a brazil variáns, megjelent a dél-afrikai variáns, ugye megjelent legelőször a Angliából származó brit mutáns, és hát bízunk benne, hogy ezek a védőoltások ezek ellen is hatékonyak lesznek. Én mindenképpen fölhívnám a figyelmet arra, hogy a védőrendelkezéseket, az óvórendszabályokat ugye továbbra is tartani kell, az utcán hordani kell a maszkot, a szociális távolságot be kell ugye tartani, boltokban nem szabad nagyon sokan bemenni egyszerre, mert ott is ugye tartani kell a távolságot, maximálva van az ott megjelenhető létszám. Úgyhogy ezek mind olyan rendszabályok, ami hát azt szolgálná, hogy a fertőzést ne adjuk ugye tovább. Elsőrendű fontosságúnak ítélem a maszknak a viselését, amire most is szeretném fölhívni a figyelmét mindenkinek. Főorvos úr, mit gondol, meddig tarthat ez az időszak, mikor várható ennek a vége? Vannak nagyon pesszimista jóslatok, van, aki azt mondja, hogy nyárra vége. Aztán olyat is olvastam már, hogy azt nyilatkozta szakember, tehát nem én, hanem szakember, hogy még jövőre is velünk lesz. Én bízom benne, hogy ha most a felfutó szakában vagyunk, akkor lassan elérkezünk a plátó fázisba, amikor ez az emelkedés megáll, és utána, ahogy növekszik az átoltottság, mert én nagyon-nagyon bízom a védőoltásban. Az az én véleményem, hogy bármelyik védőoltás jobb annál, mintha valaki nem kap semmit. Én nagyon bízom a védőoltásban, és mindenkit arra kérek, hogy a védőoltásért jelentkezzen házi orvosánál, illetve ha majd a járóbetegellátó centrum indul, ezzel a tömeges oltással, akkor pedig nálunk jelentkezni kell. Én bízom benne, hogy ezzel el fogjuk érni azt, hogy legkésőbb ez év végére ezen a vírusfertőzésen túl leszünk. Sajnos mondom, vannak pesszimista jóslatok, egész biztos szerkesztő asszony is hallotta azt az amerikai tanulmányt, amelyik azt mondta, hogy 3-4 héten belül itt napi 450-500 halálesettel kell számolni, hát az embernek borsúzik a hát, amikor ilyeneket hall. Én nagyon bízom benne, hogy ennek elébe tudunk menni. Ezt a védőoltásokkal, meg a megfelelő rendszabályokkal, önfegyelemmel, fegyelmezettséggel ezeknek elébe tudunk menni. Most a harmadik hullámban melyik korosztály a legveszélyeztetettebb? Érdekes, tolódik a fiatalok felé. Tehát ugye az első hullámban az idősebbek voltak a veszélyeztetett korosztály, most már azt halljuk, hogy ilyen 18-20-23-26 éves fiatalok is nem csak megbetegedettek, hanem az áldozatok között is szerepelnek. Érdekes módon ezek a mutánsok inkább a fiatal emberek számára hát jelentenek veszélyt. Egy nagyon érdekes konstelláció a vércsoportnak a megjelenése, ugyanis kutatások bebizonyították, hogy az A-vér csoportú emberek fogékonyabbak a vírusfertőzésre. Ennek az az oka, hogy a felső légutaknak, a sejtjeinek a receptoraiban szerepelnek azok az A-vér csoport antigének, amikhez nagyon-nagyon szívesen kötődik a vírus, ezért van az, hogy az A-vér csoportú emberek sokkal nagyobb számban betegedtek meg ebben a vírusfertőzésben. Oltani kell, az oltási program szerintem Magyarországon nagyon jó, én úgy gondolom, hogy szépen halad. Egy dolgot, ha lehet így mondani, ha bár nincs rám bízva ennek a véleményezése, egy dolgot mindenképpen másképp csináltam volna, hogy a pedagógusokat nem hagytam volna ki az oltandók köréből, mert ők legalább annyira veszélyeztetettek, mint az egészségügyi dolgozók, és hát ugye látjuk, hogy komplett iskolák zárnak be, és nem Hajdúszoboszlón, de tudok olyan iskoláról, ahol a 35 pedagógusból 33 fertőzött, úgyhogy őket semmiképpen nem lett volna szabad kihagyni, főleg az alsó tagozatos hát oktatókat, nevelőket, mert ők ugye közvetlenül érintkeznek a gyerekekkel, oda mennek hozzájuk, szoros kontaktusban vannak velük, tehát őket semmiképpen nem lett volna szabad kihagyni az oltási protokollból. De bízunk benne, hogy majd egyszer ez is sorra fog kerülni. Hajdúszoboszlón az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló új munkaszerződéseket a dolgozók nagy része aláírta. Örömmel jelentem,
ezt önnek is, megírtam polgármester úrnak is, képviselő uraknak, hölgyeknek is megírtam, hogy a járóbeteg ellátó centrumban a 77 saját dolgozónkból 76-an aláírták az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, úgyhogy ebből a szempontból a járóbeteg ellátó centrum biztonságos működése úgy gondolom biztosított, tehát el tudjuk látni a ránk bízott feladatot, és nem jelent fennakadást a hajdúszoboszlói, ebesi, nagyhegyesi és hajdúszováti betegeknek az ellátásában az új szolgálati jogviszonynak a megjelenése. Mindenképpen vannak olyan részei ennek az új törvénynek, amit nagyon-nagyon pártolunk. Az egyik a paraszolvenciának az eltörlése, a másik pedig az, hogy azért jelentős béremelkedést is eredményezett ez a számunkra. Annyi fájó dolog van benne nekünk orvosok részéről, hogy azért jelentősen nőtt a különbség az orvosi meg a szakdolgozói béreknek a mértéke között, úgyhogy bízom benne, hogy a kormány ezt az anomáliát, ami zavaró, és úgy gondolom, hogy a szakdolgozók oldaláról pedig méltatlan, ezt mindenképpen valahogy korrigálni kell, mert komoly különbségek alakultak ki az orvosi bérek meg a szakdolgozói bérek között, és hát ugye a mi munkánk arról nevezetes, hogy az orvos nem tud dolgozni a szakdolgozó nélkül, a szakasszisztens meg nem tud dolgozni az orvos nélkül. Tehát egymásra vagyunk utalva, tehát ők is éppen olyan felelősségteljes és fontos munkát végeznek, mint az orvosok. Úgyhogy bízom benne, hogy ez hamarosan korrekcióra kerül.